Ez a körvívásban kulcsfontosságú tényező a reakcióidő, hiszen néha csupán egy ezred másodpercen múlik, hogy kipattan-e a kivítés. A Red Flash falit, valamint kézi ütőpajzsa pedig pontosan ennek a fejlesztésére lett megalkotva. A pajzson található egy leccsik, ami 0,5 és 5 másodperc közötti intervallumban villan fel random, és a boxolónak erre kell reagálni a ütéssel. A gép a beállításoktól függően 10, 20, 30, 40 vagy 50 ütés alapján számol átlagot, amit egy ezred másodpercnyi pontossággal ad meg. A rögzített kivitel akár falon, akár zsákon is használható, míg a kézi pajzs a partner segítségével kombinálhatja a mozgást és az ütésfajták változatását.